A mai podcast adásunkban tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Konkoly Tegelászlót, a Heves-Vármegyei Főügyészség sajtószóüvőjét, címzetes fellebbiteli főügyészségi ügyészt, akit ezúttal nem jogi kérdésekről faggatunk, hanem elsősorban az utazásairól. Már korábbi podcast adásainkban is tapasztalhatták és hallhatták, hogy Laci nagyon szeret különböző tájakra elutazni, különösen olyan helyekre, amelyek általában a többségünket, többségünknek nem nagyon van lehetősége oda elérni. Ezúttal a kínai sejemút csodáiról beszél, mesél hallgatóinknak. Mindenek előtt azt kérdezem, hogy hogy mi is ez a Sejemút, a kínai Sejemút. Mit foglal magában? Mely országokat, mely népeket? Köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek ismét. És hát akkor vágjunk is bele a Sejem útba. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató azért úgy nagy vonalakban legalább tisztában van vele, hogy mi ez a Sejem út, ennek van egy történelmi vonatkozása, hiszen már bőven használták a rómaiak is, tehát azért ez egy több mint 2000 éves képződmény, és ez tulajdonképpen az akkori világot, ami azért sokkal elszigeteltebb volt, mint a mostani, egy picit globálisabbá tette. Azt ö, tudni kell, hogy azért ez egy kereskedelmi út alapvetően, és nem hadi út független attól, hogy hadseregek is bizony gyakran dulták azokat a vidékeket, ahol a Sejem út átvezet. Ahogy mondtam, ez e, tulajdonképpen egyfelől kezdődött a rómaiaknál, már az időszámításunk körül előtti időkben. E, Másfelől ezen a Sejem úton, e, vagy ennek a környékén járt Nagy Sándor, a Makedón, a Görög, a Vidák hódító, a másik végén ott volt Csinsi Huangti, az első kínai császár, a Sárkány király, e, a híres e, egyesítő császár aki időszámításunk előtt 200 körül élt, tehát ezekben az időkben már a sejemút különböző végein és különböző pontjain megvoltak azok a birodalmak, amiket összekötött ez a kereskedelmi út. Később aztán ez úgy ö, pontosodott, vagy, vagy szélesedett ez az útvonal, hogy hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a mai Isztambultól, tehát akkori Konstantinápolytól vezetett Sziámba, ahol a ö, nagy császárt, a Csinsi eltemették, és ahol az agyak hadsereg, ha hallottak róla, ö, van most is, és ahol az első császár sírja még feltáratlanul egy hatalmas domb alatt található. Ö, és a kettő között ott van, ott van Ázsia szíve, ott van belső Ázsia, ott van ö, Irak, Irán, a Kaspitó, az isztánoknak nevezett közép országok, ott van Ujgúria, amiről majd beszélünk, és Ujgúria másik végén, illetve hát gyakorlatilag bent Ujgúriában is már ott van, ott van Kína. Na ezen az úton fogunk végigmenni, és ha nem is pont a 2000 éves történelmem, mert nem hiszem, hogy erre bárkinek volna most annyi ideje. Azért, azért az érdekességekről szólni fogok egy pár szót, és mindenkinek ajánlom, hogyha talál olvasni valót könyveket, mint ahogy azért ezek nagy számban vannak, erről a útvonalról, akkor, és ha érdekesnek találja, akkor, akkor olvasom hozzá egy kicsit. Mielőtt végigmennénk ezen az úton, annyit szeretnék tudni, hogy korábban is közép területekről is beszéltél, és mi az, ami, ami, leginkább vonz erre a vidékre? Mi a kötődésed hozzá? Hát ezt, ezt így hirtelen, hirtelen feltett kérdésre, nem biztos, hogy magam is ilyen gyors választ tudok, vagy hirtelen választ adni. Van ennek egy olyan gyökere az életemben, hogy először 1982-ben jártam én még Üzbegisztánban, és euh, akkor megfogott ez a középpázsai millió. Nem igazán, hát ugye akkor Szovjetunió volt, euh, most arról nem mesélnék hosszasan, hogy hogy vegyültek ott a, a szocializmus, kommunizmus, az iszlám és a nemzeti öntudat euh, különböző nézetei, de vegyültek egyébként. Annyit azért most hirtelen eszembe jutott mondok, hogy annak idején ö, ott találkoztunk, hát ugye ez egy építőtábor utáni ilyen jutalomutazás volt egyébként, ö, de azért találkoztunk az ottani Komszomol, hát az a itteni kommunista ifjúsági szövetség ottani főtitkárával, és akkor, hát én oroszul akkor sem nagyon tudtam, most se igazán, de volt, aki fordított, és ö, hát, hogy jó, Szovjetunió minden, és akkor mondja ő nekem, de hát én azért nem szovjet vagyok ám, hanem üzbék. És ugye ez a Szovjetunió kommunista pártjának kifjúság a 80-as években, ez egy nagyon kemény dolog volt, hogy ezt valaki így fölvállalta idegenek, tolmács, és hát biztos voltak ott KGB, és vagy nem tudom, hogy kicsodák előtt, és ez a nemzeti öntudat már akkor benne volt a közép-ázsiaiakban, ezen a szinten is, hogy, hogy kommunista első titkárban. Nem véletlenül uh, harcoltak ők, vagy vagy nyerték el a Szovjetunió felbomlásakor a szabadságukat, de engem ez, ez akkor is megfogott, ez a törökös gondolkodás, és tényleg van köztünk egy rokonság, nem csak a, a közös török mi voltunk miatt, és tudom, hogy ezt most nem tudom ki annyiban, nem akarok politizálni hogy a türk tanácsot ö, sokan ö, ilyen vicces dolognak tartják, de nem. Szóval van egy összekötő szerepe a, a törökségnek, és a mi ö, részben török mi voltunknak is, vagy, vagy török ős gényeinknek. Ö, és, és lehet, hogy ezek húznak engem is oda egy, egy kicsit. Ez tehát a közép-ázsiai rész, nem beszélve azokról a kulturális helyekről, azokról a látnivalókról, részben a városokban, a, elsősorban ugye iszlám kultúrának a maradványai vannak ott, de a hegyek, a folyók, a a szírdarja, a, az araltó, már kiapadó vidéke, a sivatagok, a, a Pamír, Aréb, a Tiensán, 7000 méteres csúcsokkal, szóval, szóval, ez egy olyan vidék, ami, amit azt mondom, hogy látni kell, úgyhogy nem is mesélem tovább. Ez megfogott, és amúgy meg minden vonatkozásban, én is, feleségem is szeretjük Ázsiát, Indiába nem egyszer voltunk sokszor, ö, Iránba is, ö, hát ha megengedni a helyzet, akkor, akkor belátható belül oda is még egyszer elmennénk. Tehát ez valahogy én úgy, úgy lelkileg vonzódom ezek iránt, a tájak iránt. Egyébként pedig, amit mondta a Sejem útról, érdekel is. Akkor térjünk vissza a Sejem úthoz. Sokat hallani a kínai Sejem útról. Jó lenne ismerni, és hallgatóink is bizonyára szeretnék tudni, hogy mi is a Sejem útnak a története. Mm. Hát tulajdonképpen a történetről már beszéltem egy kicsit, most így az ütötte meg a fülem, hogy azt mondod, a kínai se Nem rejthetem véka alá az sem, hogy vannak bizonyos fenntartásai, ami azért a kínai világnézetet illetően azzal együtt, hogy nyilván én nem szeretnék senkit meg, és Kínában is rengeteg ember él, és mindenki különböző. De azt azért, hagyd tegyem hozzá, hogy Kínának ez az egyövezet, egy út politikája, amiről egyébként mond nem régiben volt ugye egy ilyen világtanácskozás, ahol magyar politikusok is részt vettek. Ez az én meggyőződésem szerint, és azért láttam egy-két dolgot a világban, mondjuk beleértve Eritreát, Szomália mellett Afrikába, hogy ez mennyire a kínai, hát hogy mondjam, kereskedelem politikában rejt egy armat politika. Tehát a Sejem út ezt is tudja szolgálni. Szóval a, a, a gyarmatosítást is, a, a mások fölötti gazdasági hatalmat, mondjuk ezt akkor is, és itt nem. Kína esetében egyébként abszolút nem katonai hatalomról van szó, hogy sokan félnek attól, hogy, hogy kit fog megtámadni Kína, itt nem. A kínaiak egyáltalán nem harcias emberek, a kínaiak kereskedők, de annak aztán nagyon mindenhájjal megkentek, ez igaz. Tehát nagyon ügyesen, nagyon idézőjelben jól csinálják, és például a, a, kínai sejemút menti terjeszkedés most a 21. században is tudja, ugyan ezt szolgálja meggyőződésem szerint, de régen is ezt szolgálta, tehát azért ez nem egy új keletű dolog. Itt, itt, mindig mentek a karavánok, a tevék, és majd beszélünk magyarokról is, hogy ők hogy mentek végig ezen, és, és miket láttak. De a kínai sejem úton egyébként megfordultak, hogy akkor már itt történelmi neveket mondjunk, ha a történelmi van szó, Genghis Khan megfordult Timur Leng. Ugye Genghis Khan pont ezeket a közép városokat pusztította el a, 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 mongol területek, hogy úgy mondjam, elfoglalása után, pont azért, hogy megszerezze ezeket a kereskedelmi központokat, mint Buhara, mint Samarkand, híva ezek Üzbegisztánban vannak jellemzően. Tehát ezek mindig fontos állomások voltak, és mindig, mindig harcok és, és gyilkolások középpontjában álltak. Most úgy gondolkoztam egy pillanatra, hogy ezt mondjam, vagy nem mondjam, de, de, de mondom, nem csak tényleg nem akarok, tehát inkább sztorizni gondoltam, hogy azért jövök egy kicsit sem, mint hogy ilyen komoly dolgokról. Ugye itt van a mostani izraeli konfliktus, tényleg szégyenletes dolg, amit, amit műveltek, nagy szervezetek és, és abszolút elítélendő ezt azért szeretném hangsúlyozni. De mondjuk Dzsingiskán hadai ugyanezt csinálták a saját út mellett, ezt csak úgy úgy jegyzem meg. Ez a fajta megfélemlítés, ez a fajta ő általuk taktikának nevezett dolog, de Magyarországon is történtek hasonló, ez sajnos benne van az emberiség gyilkos történetébe, és én azt hittem, ezt már kinőttük, de, de nagyon szomorúan látom, hogy nem nőttük ki. De az 1200-as években bizony ugyanezek a, a felkoncolt városok, az anyahasából kivágott csecsemő, a, a vérben úszó utcák, ezek, ezek sajnos megvoltak Közép-Ázsiában is, és ez nagyon szomorú. Egyetértek. Ha, ha már szóba került, akkor légy szíves elmondani, hogy kik azok a magyar vándorok, akik a Sejem úthoz kötetők? Hát ha már így az előbb csak utaltam rá, akkor, akkor valóban név szerint is beszéljünk talán az egy-két leghíresebb magyar, egy-két magyar vándorról, mert akkor legyen egy Vámbéri Ármin. Ugye Vámbéri Ármin volt az, aki az 1860-as években Magyarországról elment, tehát ő a, a, törökség nagy híve volt, és a török rokonság nagy híve. Ugye ez itthon aztán egy úgynevezett törökös ugor, ellentétet szült, és egy ilyen küzdelmet a nyelvtudomány terén is, hogy honnan van a mi nyelvünk. Sok mindenki vette be részt, Hunfavi, János Budánc József, de mindegy, de Vámbéri Ármén ugye a török oldalon volt, kicsit mint történész, kicsit mint nyelvész is, és ezt tulajdonképpen azt, az erősítette ezt benne, hogy ő végigment Buharáig, Isztambultól, a Sejem útnak ezen az iráni vagy perzsa és ez egy nagyon kalandos ez a vándorútam Perzsiába című nagyon híres könyvébe írja le, hogy ő dervisként mert úgy ment áruhában Egyébként Vábéri Ármin zsidó volt, és ő egy arab vagy török dervisnek álcázta magát, nem tűnt fel senkinek, de egyszer majdnem lebukott egy ilyen közép államban, jól emlékszem, Szamarkandban, ahol az ottani emír az majdnem kivégeztette, de aztán végül is csak elhitték neki, hogy ő igaz hitű, ö, zarándok. Ö, és így hatalmas nélkülözések árán, még annyit van bírja ráadásul még sánta is volt, tehát végig sántikálva, micsoda lelki erő kellett ehhez, végigment nélkülözéseken, szomjasan a sivatagba, karavánok mentén, néha kifosztva egyetlen ivókülte pénz nélkül, úgy, úgy jutott el és vissza, tehát ő azért egy, egy nagyon komoly felfedező volt. És a másik uh, ilyen személy, akit mindenképpen meg kell említenünk, különösen a, a mi útunk uh, kapcsán, ez Stein Aurél volt, aki egy uh, szintén származású egyébként, uh, aki a, a mi útunk uh, végcéjához, a ezer butha barlangokhoz uh, ment el, és aki a Tarim medencét tulajdonképpen kiásta, és rengeteg dolgot talált. Stein Aurel voltak például olyan dolgok, hogy uh, ő a Hát, hogy a szemétgödröt ásta ki, és, és írásokat, és hogy miket dobálnak az emberek a szemétbe. Egyébként ezt a mai kukások is meg tudják erősíteni szerintem, és ez már akkor is így volt, évezredekkel ezelőtt, és ő onnan nagyon sok érdekes dolgot hozott, de majd beszélek arról, hogy a ezer ha barlangjából mit hozott. Ő egy nagyon komoly tudós volt, és végül is ő Londonban halt meg, és nem Londonban halt meg, mert Afganisztánban, Kabulban van eltemetve, de Londonban élt nagyon sokáig és ő a londoni akadémiának, a királyi földrajzitárságnak is a tagja volt, és angolul is publikált, tehát ő egy nagyon komoly tudós volt. Ő de majd erről talán Tumhágnál beszélek, csak annyi, hogy ő viszont egy másik magyar expedícióból, ő több expedíciót is vezetett Steinaurél, másik magyar expedícióból értesült arról, hogy vannak tuhángi barlangok, ez pedig Széchenyi Bélának az expedíciója volt, ahol azért ö, olyan ö, nevek voltak vele, mint Lóci Lajos, aki egy nagyon híres ö, ugyancsak magyar felfedező, történész, földrajztudós elsősorban, de ott volt ö, Prince Gyula, aki az egész Ilyen Sánt utána feltérképezte. Tehát mi azért magyarok büszkék lehetünk arra, és hát most azokról nem beszélek, hogy Kőrösi Csoma Sándor járt ezeken a vidékeken, de nem sorolom tovább. Tehát mi magyarok azért büszkék lehetünk arra, hogy, hogy mennyi minden fűződik a, a nevünkhöz felfedezésbe ott a Sejem út folytán és mentén. Akkor kérlek, hogy magáról az utazásról, az útélményeidről, kalandokról, sztorikról légy tájékoztatni a hallgatóinkat. Jó, hát akkor talán próbáljunk meg egy kicsit országonként menni, hogy akkor most konkrétan erről az utazásról beszéljek, hogy leszállt a repülő Taskentbe, Üzbegisztán fővárosába, én, ahogy mondtam, ott először a 80-as évek elején voltam, és már akkor megvolt, ha jól emlékszem, Moszkva szállónak hívják, egy hatalmas ilyen félkör alakú szálló, és a 83-ban mindig olyan csodálattal néztem, mert van vagy 30 emeletes, de széles is, tehát nem egy toronyház, hogy jó, ha én egyszer itt lakhatnék. Hát riktik, laktunk ott? Tehát teljesült életem egyik nagy vágya, hogy a Moszkva szálló szocialista épületében tölthettem néhány éjszakát, jó volt különben teljesen. Uh, és akkor hát szétnéztünk először uh, valóban Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe, amit egyébként egy földrengés a 1800-as években teljesen földig rombolt. Tehát Taskent uh, újjában építve, de viszonylag kevesebb a, a műemlék benne. Uh, ugyanakkor, ha valaki arra jár, uh, azért ott meg kell állni, meg kell nézni, most nem mondom, hogy a piacot, mert akkor most mindjárt mondok annyit, ha már a taskenti piacnál járunk, hogy hát az is egy nagy kínai piac. De egyébként bármelyik közép piac, sőt bármelyik afrikai piac is lassan kínai utángyártott áruk piaca, és valami Számomra legalábbis olyan ízlésrombolást tükröz az egész, tehát mi, minden országban, minden városban büszkén mutatja mindenki, és mondják, gyertek, nézzük meg a piacot. Ugye, milyen híres a piac. És elmegy az ember, és akkor látja ezeket a nyomtatott, kelméket, látja a poharakat, nem tudom én, ilyen, ilyen után csinált nyomott tányérokat, mindenféleket és ebb, ettől van túl sapkák, ruhák, de, de nincs már meg igazán az a hangulat, ami akár még az isztambuli nagybazárnak meg volt, vagy, vagy talán még nagyon kevés helyen a, a, világon egy kicsit megvan. De mindegy, és ugye Taskentben is megnéztük a, a, a piacot, megnéztük a ottani egy-két ilyen érdekesebb iszlám műemléket. Vannak azért híres műemlékek is, de most nem mennék bele annyira a Taskentbe, mert messze nem Taskent a legérdekesebb város az út során. És onnan most nem mentünk arra, amiket mondtam, és mindenkinek csak tanácsolni tudom, hogy menjen el azért, ha Üzbegisztánban, Üzbegisztánban van, Buharába, Szamarkandba, Hívába. Ezek olyan városok, amik, amikből süt a történelem. Tehát tehát tényleg Szamarkandban ott van Timur Lenk sírja, a mauzóleuma, ott van Ulogbék csillagvizsgálója, és, és, rengeteg dolog. Na, ezek mind Üzbegisztán, és tulajdonképpen Üzbegisztán már a széle annak a Fergána medencének, ö, ami az utunk egyik célja volt. Ez a Fergána medence egy ilyen lapos alföld, de tele gyümölcsössel, meleg van ugyan, de azzal együtt megszorulott ez a párásabb levegő, és nem sivatag, hanem, hanem, egy gyümölcstermű, bőtermű, zöld vidék, amit hegyek vesznek körül, úgy, hogy Üzbegisztán mondjuk nyugatra esik tőle jobban, Tadzsikisztán egy kicsit délre, és Kirgizisztán meg északra. Azt tudni kell ebbe a három országba egyébként, hogy az nagyon furcsa, hát attól függ, honnan nézzük, hogy enklávék vagy exklávék vannak ezekben az országokban. Ez azt jelenti, hogy mivel nagyon keveredett és vegyes a lakosság, és ez nem szül mindig békét, sajnos ezt el kell, hogy mondjam, tehát vannak harcok, lázadások, ezért úgy alakították ki, hogy egy-egy országon belül, ott, ahol feltűnő többségekben voltak a más mondjuk az ország népei, tehát mondjuk Üzbegisztánban a tacsikok, most mondok egy például kazakok, vagy Kazasztánban az üzbék. Ott kialakítottak egy zárt területet, ami ugye semmilyen módon nem kötődik az anyaországhoz, ahol annak a lakosságnak a, a, a földiei vannak. És ez nagyon furcsa, mert az ember így, így elmegy az úton olyan zárt közösségek mellett, amiket nem is tudom, hogy egészen pontosan hogy vagy, milyen körülmények között élhetnek, nem mentünk be egybe se, de ez egy olyan furcsa foltok, mint a tehénen a, a, a foltok, a térképen is, meg a valóságban is. Na így kapcsolódnak ez, egymáshoz ezek az országok, hát azt kell mondjam, Üzbegisztán az egy ilyen kereskedő, színes, még vidámnak is mondhatnám, kicsit zenésebb, táncosabb hely. A, a kazahok, ők, bocsánat, nem kazahok, kirgizek, elnézést, ha korábban rosszul mondtam, tehát a kirgizek, kirgizisztán van északról, ugye a, a, a kirgizek, ők egy ilyen nomád tényleg a, a, lóra termett és a lovon felnövő e, csúcsosapkás e, harcos emberek, a tadzsikok pedig, hát valahogy a kettő között, mert ők kereskednek is, olyan kicsit szerényebbek is, de ugyanakkor bőven megvan bennük az a virtus, ami ez a lovas életmódhoz kell. Csak Tadzsikisztánban nagyon sok a hegy, mondom, ott van a Pamír, tehát ott, ott kevés viszonylag az élhető földrész. Na mindegy, csak ha már így bemutattam ezeket az országokat tényleg nagyon nagy vonalakba, akkor mondanám, hogy már így valami történetet is mondjak, hogy ugye Üzbegisztánból átmentünk Tadzsikisztánban, először is Tadzsikisztánban van egy város, amit úgy hívnak, hogy Hodzsand. Ez a Hodzsand, ez a legtávolabbi Alexandria, és akkor itt megint keverjünk bele egy kis történetet, de úgy is hívják, hogy Alexandria SKT, ami magyarul azt jelenti, hogy legtávolabbi Alexandria, mert hogy Nagy Sándor alapította, és itt ezen a vidéken járt Nagy Sándor az időszámítás előtti 300-as években, meghódította ezt a részt is. Uh, és, uh, és, itt van az a város, ahol még most is megvan a Lenin ahol keresztül folyik a uh, Jakszártész a Szirdarja, uh, ahol, ahol, ott van uh, a Szogd Múzeum. És akkor erről azért egy, egy pillanatra álljunk meg, uh, egy csodálatos múzeum az alaksorába uh, Nagy Sándorról uh, csempék és, uh, és uh, kis rajzok, grafikák és, és megmaradt padlózat van. Fője pedig a szokdokról. A szokdokról azt kell tudni, hogy ők a sejem út, középső részének a legnagyobb kereskedői voltak, és addig, amíg az iszlám ki nem szorította őket a 600-as évek után, Szogdia, a Szogdok által lakott vidék volt az, ami tulajdonképpen a szíve volt a Sejem útnak, működtette, keringette benne a vért. A Szogdok szerződéseket kötöttek, írásba foglaltak, pénzt váltottak, kereskedtek, utaztak, és ugye ennek az egésznek a központja volt ez a legtávolabbi Alexandria, a mai Hodzsánd, csodálatosan jó város, el annyira, hogy például Hodzsánba van a híres római Romulus és Rémus szoptató farkas bronzszobrának egy, egy, hát nem is mondanám, hogy másolat egy ilyen bronzszobor, ami azért került oda, mert különben a rómaiak a Sejem úton eddig jöttek Hodzsándig, és a rómaiak maguk eljöttek Közép-Ázsiába, és ott cserégették az árut, részben de kevésbé a kínaiakkal, sokkal jobban a szogdokkal, és a szogdok ott boltoltak és üzleteltek velük. ne ez Hodzsánd ott a hegyek alatt, és csodálatos hely. De mondok akkor, hogy már tényleg sztorizak. Mondok egy sztorit. Na, Tajikisztánba elmentünk ebédelni. Feleségem, meg hát nem ketten voltunk, nem sokan, de, de egy ilyen társaság volt, és elmentük ebédelni, feleségem vegetáriánus. Azt mondja, hát fordítottak, mert azért angolul nem feltétlenül beszél mindenki, át, mi meg azért tajikul még kevésbé. És akkor mondja, hogy de hát én vege És ugye hát étlap nem nagyon volt, de kérdezték mégis mit, akkor birkahús legyen, vagy lóhús, vagy, vagy milyen hús. Azt mondja be a feleségem, hát én vegetáriánus vagyok, én nem nagyon ennék ilyesmit. Hát kérdezik, az micsoda? Miféle ember az a vegetáriánus? Azt hitték, hogy az valamilyen vallás, vagy és mondja, hát nem, mert az az, hogy nem, nem eszem húst. Ú, azt mondja, ez az nem könnyű. Hát, de hogy mi jó, mondják, rendben van, mindent a vendégért megoldjuk. Nekünk kiosztak ilyen mindenféle kardonsült húsokat, ilyeneket, be a eli, oda tesznek egy tál levest. Belekanal az, hát első, ami kanálra akad, rögtön egy ilyen jó nagy darab marha volt. Mondja a pincérnek, hát de hát ez, ez itt marha hús. Azt mondja, a pincér marha marhahús." Na de hát ez csak leves, tehát ugye úgy gondolta a vegetáriánusnak az, hogy leve, hát ez nem hús, ez leves. Mondta. A vegetáriánus ehet ilyen leves. Tehát ennyire húsevők, hogy nem, nem, is, nem, is, fogták fel ezt a dolgot, hogy létezik olyan, hogy valaki egyáltalán nem. Tehát, tehát azt hitték, hogy a leves már elég lesz pörkölt helyett. és akkor így, tehát, hogy, hogy azért a tajikok is ilyenfajta emberek, de aztán elhagytuk Tajikisztánt, és mentünk Kirkizisztánba. Akkor a mai sztori, akkor másik. Ugye ezekben az államokban mindenhol úgy van, hogy van egy ilyen határsáv, egy olyan, hát 500 méter, 1 kilométer körül ilyen senki földje, ami nyilván biztonsági okokból van, mondtam, hogy azért vannak ott villongások néha, és azon át kell menni, és akkor az egyik kis bódéból tulajdonképpen az ember, ugye ha ezen át kell, ezen a védett övezeten, akkor átjut a másik hat ország határőr bódéjába. Én mentem elő, bementem a bódéba, ott egy ilyen kis ablaknál ült a vámtiszt, vagy a határ tisztviselő katona. Odaadom neki a magyar útlevelemet, szépen nézi, lapozgatja, azt mondja nekem, vízum, mint ahogy egyébként nem kell magyaroknak, mondom neki, nem kell. Azt mondja, nem kell, nem mondom, nem kell. Biztos? Biztos, mondom, nem kell. Na jó van, kezemben nyomta az út, akkor menjünk be, ezzel el volt intézve. Tehát mondjuk körülbelül a ellenőrzés is ezzel a szigorúsága van, hogy egy kilométeres sáv az ugyan van, de egyébként, ha én meggyőzöm őt, tehát elég szépen tudok nézni, hogy biztos, hogy nekem nem kell vízum, akkor ő azt elhiszi. És akkor nem az, hogy fölhívna valakit, ha nem tudja, hanem azt mondta, jó, hát akkor menjenek be az országba, hát ennyit a biztonságról. <laughs> ha maga mondja, hogy nem kell, hát akkor nem kell. Na így aztán bejutottunk Kirgizisztánba. Ahol uh, egy várost emelnék ki, ez az Os nevű város. Ugye itt megint messzire kalandozhatnánk Osból, de azért spórolok az önök idejével is. Uh, Osban született Bábur. Na, ez gondolom nem sok mindenkinek mond sok mindent. Bábur volt a Mogul uralkodó ház uh, alapítója. Uh, Bábur után. Uh, és hát Bábúr ment le először Afganisztánon keresztül Indiába, és, és ő alakította, mondom, ezt a mogul uralkodó házat, aminek talán a leghíresebb, és nyilván ez már sokak által ismert uralkodója volt, Shah Jahan, aki a Taj Mahal-t építette, de a hatalmasak bár, és, és sok uralkodó, tehát Észak-India, Taj Mahalostól, Agrástól, kicsit Jajpurostól, de Derhistől, az mind-mind onnan ered uh, Osból, ebből a kis félig hegyi uh, kirgizisztáni városkából, ahol Bábor született, és ahol Bábornak a mauzólauma van, és ahol tulajdonképpen a mauzóleumban úgy kell hason bekúszni, az kell, tényleg, tényleg, hason lehet bekúszni, mert annyira kicsi az ajtaja, viszont uh, bemásztam, és bent volt uh, két, ez a, hát a kirgizeknek most így rágyóban nehéz ezt elmondani, majd nézzék meg interneten, valahol ilyen csúcsos, uh, nem sapkája van. És akkor ben voltak ott, ültek a sapkába, látták, hogy ott nagy nehezen beküzdöm magam, még rángattak is engem egy kicsit, mint a nyulat a oduba. leültettek, beszélgettünk, jaj, tudom ki a bábúr, milyen boldogok voltak, ide adták a sapkájukat, föltette a fejemre, fényképezkedtünk, minden, és annyira jó el voltunk, úgy elbeszélgettünk a a pici kis lukba, ami bábúr mauzólauma, ahol őrzik az emlékét és a sírját, és szóval ez, ezek azok az utazásnak azok a pillanatai, amit nincs benne, hogy mondjam, semmi, semmi olyan nagyon megörökítésre méltó, de amit az ember soha nem felejt el. És, és annyira jó visszagondolni ezekre, és csak emberek már csak idéző elbe. És nem valami hatalmas, fényes paloták, és, hanem egy pici lúka, ahol, ahol elbeszélget az ember az ottaniakkal, és érzi a szeretetet és a barátságot. És az például Bábor ma nekem mindig egy örök élmény marad emiatt. De ósba, van egy elég érdekes múzeum is. Abban a múzeumban lehet például megtudni, hogy milyen hideg van télen Kirkizisztánban, mint ahogy egyébként barom hideg van. Mert például a múzeumban vannak ilyen fából faragott kis, az ember azt hinné először, hogy a síp. De nem síp, hanem az egyiken egy ilyen kis vájat, egy kis csatorna van, a másikon meg inkább luk és ezeket a kisbabáknak a pójájába teszik bele, hogy hát magyarul mondva pisírni tudjanak télen, mert ugye nem nagyon tudják őket levetkőztetni, és ezek, mint egy ilyen drén fából ö, létező drén csőként lógnak ki a pelenka alul, és ugye hát ott oldják meg az anyagcserét a, a télen a sátrakba a kirgizek. Azt is tudni kell, hogy ezek a sátrak tulajdonképpen jurták, és a jurta tetején van egy füstelvezető nyílás, aminek a mintázata benne van a kirgis zászlóba, és ez a kirgis címer tulajdonképpen, ami ugye az egész életmódjukra rávilágít, hogy mennyire fontos a júrta, mennyire fontos az állattenyésztés. Egyébként minden jurta környékén vannak lovak, általában más állatok, birkák, kecskék. hát ennek azért úgy viszonylag kevésbé és minden ilyen jurta, tehát ott egy-egy család él ezeken a jurta telepeken, de vannak kisebb ilyen közös tanyák is. Mindenhol azért van lakókocsi, mert mikor már nagyon-nagyon ideg van télen, akkor azért inkább a lakókocsi. Tehát azért ma már 21. században élünk modern világ Kirgizisztánba, akiket nagyon szeretek hangsúlyozom, tehát modern világ Kirgizisztánba lakókocsi. Jó, de lakókocsi, jó. Na és akkor, akkor hát ezzel gyakorlatilag úgy gyorsan átfutottunk Közép-Ázsián, és én azt javasolnám, tudom, hogy mindenkit kezdek lefárasztani, de mégiscsak menjünk át Kínába, ha van rá lehetőség. Így van, mindenképpen szeretném, hogyha a hallgatók is hallhatnának arról, hogy egyrészt mennyire más a korábban felsorolt országok népeitől a kínai az ottani kultúra, az ottani szokások, egyáltalán az életmód. Igen, ez egy kettős keresztkérdés, mert a kínai életmód és a kínai szokások azok nagyon mások. Ám de mi először a közép országokból Ujguriába tudunk átlépni a, a kirgiz-kínai határon, és az ujgurok életei szokása nem volna alapvetően más, ha a kínaiak úgy rá nem telepettek volna ujguriára, hogy rátelepettek. Tehát én tudom, hogy mindenkinek van valami elképzelése, hol egyik oldalról, hol a másikon, de én azt mondom, hogy a Budapesten létesített ujgur mártírok útja, amit tudom, hogy a Fudán Egyetemmel szembeni fellépésként létesítettek, de nagyon is megállja a helyét. Tehát újgur mártírok vannak. Az újgurok olyan elnyomás alatt élnek, hogy, hogy döbbenetes. Na, és jó, ebben most nem akarok belemenni, de ugye ebbe az új mentünk át. Még azt a, az, itt a azért, hogy mondjam el. Az átkelés ugyanúgy történt, mint ahogy már mondtam, egy ilyen széles határsávon át. Elértünk a kínai határkerítéshez, amin volt egy ilyen kettős nagy kapu, de az be volt zárva. Kállcsolódtunk, állcsolódtunk egy jó darabig, egyszer csak a kínai oldalról, ott a határon belül megjelent egy ilyen mókus ős, nem tudok mást mondani. Előment egy olyan 60 év körüli ember, kezébe egy kis zászlóval, mögötte jött még 10 őrsi tag, akik határőrök voltak egyébként, csak semmilyen fegyver nem volt náluk, viszont mindenkinél volt egy nagy karó, szőlőkaró mint ahogy kiderült, ezt jobban azért, hogyha megtámadnák őket, akkor ne tudják elvenni a fegyverüket. Ugye a szőlőkarú az mégse egy olyan dolog, amit bárki bárhonnan magától is megne ne szerezhetne. És ezek ilyen ö, galopozásba, de tényleg ilyen trabba, gyalog jöttek, odaértek a kapuhoz, az öreg kinyitotta a kaput, a végre be lehet menni, de nem úgy volt, mert akkor kijöttek, futottak a senki földjén egy kört, de ez ilyen sovány volt végig, és visszaértek a kapuhoz, ne, és akkor úgy lehetett bemenni. Hát az ember ugye így szem, azt hittük, ó, Kína, hát hol vannak ezek tőlünk, hát milyen, ez, ez technika, szőlőkaró, meg, meg galopire. Na, begalopoztunk utánuk a, a épületbe, a fogadóépületbe. Hát ott azzal kezdték, hogy retina szkenner, azzal kezdték, hogy új lenyomat, szépen mindezeket ugye leveszik, de a legcsodálatosabb az, hogy Ujguria, új, új, ahogy mondtam, nagy elnyomás alatt van, az autó, vannak autópályák, tehát tényleg ki van építve, már a kínaiak által. Az autópályákon egy olyan 150-200 kilométernél mindenhol van ellenőrző pont. Lassan lehet csak menni, mert le van korlátozva a sebesség, tehát sok minden van, de lassan is, azért viszonylag hamar odaértünk, miután kijöttünk a határól az első ellenőrző pontra. Oda megyek, ott is a kis fülkébe ült egy ember, azt mondja nekem, nézem bele ebbe itt, a, belenéztem a fülke mellett a retina szkennerővel, nem tudom pontosan mi az. És ugye hát láttam az üvegen keresztül, hogy ahogy ő ül az asztalnál, előtte is van egy ilyen, ilyen képernyő a magán az asztalon, tehát síkba. És azon a képernyőn gyönyörűen megjelent. Én, az arcom, a nevem, ki vagyok, útlevé, minden. Tehát ez egy órán belül Kínába én, hogy beléptem az Ujgur határon, hangsúlyozom, Kirgizisztán felül, Benne voltam úgy a kínai rendszerben, hogy én retina szkenner alapon, és mondjuk mindenhol kamerák vannak, tehát onnantól kész. Ö, onnantól a kínai rendszer ö, apró homokszemcséje vagy és onnantól ez vagy bedarál, vagy nem. Jó, most külföldieket nem feltétlenül, de, de ez Kína is, sajnos ez van Ujgúriában is, sőt Ujgúriában sokkal erősebb van, mert mondjuk az is az annyira úgy nem. De, de nagyon erősen. Tehát ezek, ezek, azért olyan dolgok, amit az ember érdekesen tapasztalt meg akkor. és akkor innen aztán elmentünk a Taklomokán, Sivatag és, és, környékére. Itt volt Steinaurér, itt voltak azok az ásatások, amikről beszéltem. Itt van Kasgár, ahol maga Steinaurér is lakott, és itt van az a Kasgári óváros, ami jó, most erre nem mondok semmit, hogy lerombolták, már lerombolták, de magától is azért elég düledező volt, de ezek a középkori csodálatos uh, helyek ma már nincsenek meg. Még Kasgárban viszonylag van egy olyan piac, amit én úgy piacnak mondanék, már csak azért, mert skorpiót lehet venni uh, ebédfogyasztás céljából ilyen kis ládákból, meg olyan tényleg keleti piac. Tehát kasgár is egy, egy csodálatos város, és akkor onnan mentünk el vonattal Ürümcsibe, ami a főváros. Ürümcsibe azt kell feltétlenül megemlíteni, ott vannak azok a múmiák, a lojlani szépasszonyjal, akik fehér emberek. És körülbelül olyan 3.000-3.500 éves múmiák a homokba, ugye ott ez nagyon jó tartósít, találták meg őket eltemetve, és a kínaiak se tudnak vele igazán mit csinálni, kitették a múzeumban, az első emeleten vannak, ugye azért a kínaiak erősen a, az őskortól kezdve a, a, a kínaiságukat, és ez nem alaptalan dolog, különben persze, tehát én ezzel semmi bajom nincs, hangsúlyozzák. Na most ezek az emberek ott azon a vidéken szemmel állható, magasak, 180 ez egy szőkehajú, sasorú férfiak, nők, emberek. Ott, ott volt nyilván, ezt tokároknak mondják őket, hogy az a törzs, de volt egy nyugati vándorlás, ez biztos. Tehát hogy az emberiség azért ebből látszik, hogy oda-vissza, erre-arra mennyi mindent, és hogy a hátára vette a dolgot, és ha már a Sejem útnál tartunk, igen, a Sejem útnak is ez az alapja, ez a, ez a menés, ez a vándorlás, meg annak, hogy Afrikából benépesítettük a földet, ez is az. Tehát mi mindig mentünk, felfedeztük Amerikától kezdve mindent, de hát azokat fedeztük fel, akik szintén a saját lábukon mentek oda. Tehát ez, ennek a a nyomai, a, a, a európai, európai a nyomai megvannak és ott vannak Ürümcsibe, de Ürümcsi is egy ilyen vidám kis város, ilyen e, néphagyományos, de ott, ott nagyon sok felhőkarcoló van, mint minden kínai városban, 20 emeletes felhőkarcolók fele lakatlan, most omlik össze egyébként éppen nagyjából a, a kínai ingatlanpiac nem csodálom, mert építettek, ész nélkül. Annyi ember sinc szerintem, még Kínába se aki ezt mind belakná, de ez egy külön történet Kínáról. Voltuk aztán a karakultónál, ami a világ legmagasabban a akató, után a második legmagasabban fekvő tava, ez ott a alaj uh, Tiensen vidéken van, 3600 méter magasan van, hát ott már az ember azért úgy érzi, hogy nagyobb lélegzeteket kell venni, de különben ott lovasok voltak, föl lehetett ülni a, a luátára, ott egy kicsit szaladni, vágtázni, ló még bírta, én már kevésbé, de, de nagyon szép, nagyon jó helyek, és akkor innen mentünk uh, Tuhuánkba. A Tuhuáng az Ezerbutha barlangja, és akkor lassan már majd a végére írunk az utazásnak. butha barlangja a Steinnauré fedezte föl, még pedig úgy, hogy volt ott egy Wang nevű szerzetes, ö, aki. Ö, ő kínai taoista szerzetes volt egyébként, nem buddhista. Az ezer buta barlangjában értelemszerűen buddhista e, emlékek vannak. A legtöbb freskó, de vannak bent szobrok is, e, és majd mindjárt mondom a kéziratokat. E, annyit még tudni kell az ezer buta barlangról, hogy ez is több ezer éves. Nem pont ezer barlang van, de hogy több ezer buta freskó és életkép, és minden van, az biztos. Ez kezdetben ö, szerzetesek cellája volt, tehát ilyen világerőre elhúzódva remete cellák, azután imahelyek lettek, és ezek végig, végig egy hegyoldalban, hát legalább 4-500 ilyen imahely barlang, ez ma is van tele gyönyörű csont szem freskókkal, kivéve azokat, amit például a ö, orosz forradalom után, 17 után ö, oda menekült, meg az ott is érintett harcokat. Katonák levertek, tüzet gyújtottak, tönkretettek. Pedig azért, azért ez ezer éven keresztül ö, megálltak ezek a barlangok. Hát azért most is nagyon sok minden szép és látnivaló van. Na és ezeknek az egyik barlangba, a 16-os barlangnak egy ilyen mellékbarlangja volt, amit 17-esnek hívnak furcsa módon, ö, és ez a barlang, barlang be volt fe, ö, falazva az 1900-as évek elején. És ez a Wang nevű szerzetes, akinek az volt a nagyon helyes eltökéltsége, hogy adományokból, mindenből visszaállítja, akkor is már jócskán pusztuló freskókat. Hát addig-addig matatott ott a barlang falán, amíg beesett a 17-es kamrába, és ott a plafonig fölrakva több ezer kézirat volt, de ezek 800 körüli buddhista festmények, kéziratok, csodálatos dolgok, és pont akkor írtad a Steina úrél, amikor ez a felfedezés még friss volt, és ő el tudta hitetni a szerzetessel, hogy ő tulajdonképpen egy nagy kínai taoista utazónak, a reinkarnációja, és annak a lelke van benne, és nem véletlen, hogy ez a lélek őt most oda vezette pont ilyenkor, mert hogy nyilván ezt akarta a taoista régen, több száz éve halott buddhista egykori utazó, hogy, hogy ő ott legyen, és kapjon ezekből a, a papírokból, úgyhogy addig-addig, amíg aztán persze pénzért, de sikerült jó párat megszerezni a taoista szerzőtestő, ezek legjobban most a British Múzeumban vannak, de ekkor, ekkor derült fény arra, hogy micsoda csodálatos kéziratok, pergamenek, leírások, képek, zászlók vannak és voltak ebbe a, a buddhista részbe. Annyit még azért kultúrtörténetileg hozzáteszek, csak nagyon röviden, hogy azért ezek a festmények elsősorban a gandara jellegű festmények. A gandara kultúrának nevezik az ázsiai, tehát elsősorban indiai, és a nagy Sándor féle hellenisztikus kultúrának a keverékét. És ez a, ez a két keverék ez az, ami egy olyan ö, csodálatos egyedi jelleget ad ö, ezeknek az ott lévő, a keleti és a, a nyugati kultúra keverékének különben ö, azt mondják, hogy ahova majd nem csak eljutunk. Ö, a Csinsi Huangtinak a sziamberi agyakhadserege, az is például egy ilyen kicsit gandarás jellegű, tehát azok a szobrok, azok az életű dolgok, ez a kínainak így nem jutottak volna eszébe, hanem ez is igazából a görög szobroknak egy ilyen kínaival, keletivel vegyes megjelenése maga az egész agyakhadsereg, mert ugye Nagy Sándor előtt, hát tudjuk Aténban meg a görög államok tele voltak szobrokkal, és ez a Nagy Sándori hódítás, a Nagy Sándori kultúra, ez hozta őket ide, Baktriába és Baktriából Kínába, ahogy erről már beszéltünk. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és mondom, ezeket látni a, a Barlangokba is. Sok minden van még ott, ez a góbisivatak szélén van, a góbisivatakban vannak ö, csengő homokhegyek, és nagyon sok minden, de ezekről talán majd egy más alkalommal mesélek. Most még annyit mondani kell, hogy innen aztán vonattal elmentünk Sziánba, amiről már sokszor beszéltem a út végére. Azt hadd meséljem el. Annyira jó a kínai vonat, hogy egyrészt megy háromszázal, mondjuk ez egy tényleg téle, té, hihetetlen, tehát, tehát porsékat lehet leelőzni, ha vannak, ami a melletterevű úton mennek, na de maga a vonat, befut egy állomásra. És akkor nálunk azt csinálják, hogy ha a vakvágány az állomás vége, akkor ugye ott lekapcsolják a mozdonyt azon az oldalon, és kötnek egy másik mozdonyt a másik irányba, és akkor onnan megy végig ez a, vagy megy ki ez a vakvágányos, mondjuk a keleti pályaudvarú. Na most Kínában ez nem így van, Kínában úgy vannak megcsinálva a vonatok, hogy fordíthatók az ülések. Ez azt jelenti, hogy három ülés van egymás mellett, ugye, és mint a repülőn egy irányba ülünk minnyáján. De amikor a vonat bejön, mondjuk a kereti pályaudvarra, akkor nem igazán hát a mozdonyt lekapcsolják, de valójában megfordítják az üléseket is. Tehát mindenki feláll az üléséről, és akkor eh, ahogy három ember feláll, ugye meg most ezt rádióban nehéz elmondani, és pont az ellenkező irányba átfordítja. Mindenki a saját üléseit, majd visszaül arra, hova jut. Hát csak ott kellemetlen, hogy én újságot olvastam, mielőtt ez a váratlan dolog megtörtént, és mi csak utánoztuk ott a kínaiakat, és ugye az újságot beletettem az előttem levő széknek a hátsó zsebébe. Na de ha most valaki elpróbálja elképzelni, hogyha megfordulunk ezekkel az ülésekkel, akkor az a zseb, ami az előbb még pont előttem volt egy hátsó zsebbe, ugye mindenki megfordul, az a mögöttem lévőnek a mögöttes hátsó zsebébe kerül. Úgyhogy körülbelül egy 10 perces keresgélés volt, mire sikerült került mindenkinek megtalálni a vonaton, hogy hol vannak a cuccai egyáltalán. De valami érdekes oknál fogva a kínai vonatok így, így megfordíthatók, ilyen, ilyen nem, nem, is, nem is tudom milyen okból, hát nyilván, hogy akkor úgy. Jönnek erről arra, vagy arról erre. Na ezeken is háttestünk, és akkor így eljutottunk uh, sziámba. Annyit még akkor a végére. Cián egy csodálatos város, hatalmas falral körbevéve, óriási erőddel, és ennek az erődnek vannak ilyen belső udvarai. És amikor az ember bemegy egy ilyen belső udvarra, ez nagy, akkor, akkor tényleg el lehet képzelni, hogy jöttek a tevekaravánok színesen, fáradtan, homoktól piszkosan, lepakolták ott a sátor, a kereskedők egymás között a sátrak elé ittak valamit, mert nagyon szomjasak voltak, és elkezdtek csentselni, kereskedni, és ez még, Igaz, hogy ma már ez, ez nincs ott, de annyira oda képzelhető, annyira a plastikus, annyira képzelő. És Szián is egy, egy, nagy város, de Szián már kínai város. És Sziánban már tényleg kínai kultúra van. És Szián az már talán ilyen értelemben, és az hadsereg is akkor azt mondom, egy másik történet része volna. Én láttam az agyakhadsereget, örök élmény. de arról talán beszéljünk majd egyszer akkor, hogyha Kínáról beszélgetünk nagyon szépen köszönöm. Én rendkívüli élmény volt az utazás. Én tulajdonképpen veled együtt utazhattak a hallgatóink is, és én magam is. Még egy kérdésem lenne, hogy hová tervezitek a következő utazást? Hát most úgy néz ki, hogy valami békésebb vidékre utazunk, ugye a mai világot szem előtt tartva, és elmegyünk Kambodzsába. De, ugye ez azért vicces, mert a 70-es években hát Kambodzsánál veszélyesebb ország nem igen volt a Földön, és ezzel csak mindenkit meg akarok nyugtatni a jövőt, illetően magam is bízom ebbe, hogy, hogy amilyen békés és, és egy, egy csend szigetem a Kambodzsa, hát remélem olyan lesz a világ, és nem kell annyit várni, mint, mint Kambodzsa esetében, minél hamarabb, minél rövidebb időn belül. Itt mellettünk is, meg úgy általában, még akkor is, ha emberek vagyunk, és ragadozók sajnos. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Dr. Konkoly Tegelászlót hallották. Még egyszer köszönöm. Én is köszönöm, viszontlálásra.